Lesz-e idén közfoglalkoztatási program városunkban, s ha igen, milyen feladatokat végeznek el a dolgozók? Erről kérdeztük Molnár Pált, a Városgondnokság igazgatóját. Mint megtudtuk, 2021-ben is lesz közfoglalkoztatás. Egyrészt a Start munkaprogram, másrészt hosszabb távú közfoglalkoztatás is. Start munka program keretében 226 főre pályáztunk, amely pályázatot meg is nyertük, valamint hosszabb távú közfoglalkoztatásra 30 fővel indultunk, ezt a pályázatunkat is elfogadták. Március 1-től, most a március kezdése így jött, hogy március 1-ével el tudtuk indítani, sajnos a létszámot teljes mértékben nem tudtuk föltölteni, 14 fő hiányzik még, de ezeknek a pótlása is folyamatban van, valamint válogatunk mi is azokat a munkavállalókat, amelyek az elmúlt évben nem jól teljesítettek, akár munkamorál szempontjából, akár pedig a munkaminősége szempontjából, azokat a munkavállalókat már nem alkalmazzuk, tehát lenne jelentkező, de elkezdtünk mi is az előző évekhez hasonlóan válogatni a munkavállalók közül. Két program között lényeges különbség van. Két program között egy lényeges különbség, hogy míg a Start munka programban konkrét feladatokat kell elvégezni, akár belvízmentesítési feladatok, árokrendezési feladatok, vagy közterületrendezési feladatok. Itt konkrétan meghatározott munkanap alapján kell a napú tevékenységét a dolgozóknak elvégezni, míg a másiknál a 30 fős hosszabb távú közfoglalkoztatásnál bármilyen önkormányzati munkával, önkormányzati feladattal összefüggő munkát elvégeztet. Az itt dolgozókkal. Az elmúlt két évben, amióta elkezdték szűrni a munkavállalókat, azóta tudják, hogy jól kell a munkájukat végezni, hogy bekerüljenek a jövő évi közfoglalkoztatásba. Már az elmúlt két évben is bevezettük ezt, hogy elkezdtük szűrni a munkavállalókat. Előző években is volt egy bizonyos szintű szűrés, csak ott örültünk, hogyha jönnek, olyan nagy létszámú volt a közfoglalkoztatás, tehát volt, hogy 600 fővel foglalkoztattunk, ott nagy válogatási lehetőség nem volt. Most már viszont érzik a munkavállalók, hogy igenis úgy kell a munkájukat elvégezni, hogy bekerüljenek a jövő évi közfoglalkoztatásba is, mert több a munkavállaló jelen esetben, mint a lehetőség. Nagyon jól tudjuk, hogy a versenyszférában is csökkentek a foglalkoztatási lehetőségek a koronavírus járvány miatt, és azt tapasztaljuk, hogy egy picit ez az év talán nagyobb lehetőséget biztosít arra, hogy válogassunk a minőségi munkavállalók között is. A főtéren az előkészítő munkálatokat láthatjuk. A külterületen is lesz lehetőség arra, hogy folytassák a megkezdett munkát, akár a mezőgazdasági földutak karbantartása, vagy más mezőgazdasági növénytermesztés, vagy a csemetekerti gondozást. A különböző programokat, amelyeket most nem soroltam föl, külterületi munkák is vannak, akár a mezőgazdasági földutak karbantartása, akár egyéb más mezőgazdasági programok, mezőgazdasági növénytermesztés, vagy gondolhatunk a csemetekertre. Ott is beindultak a munkák, ezeket is természetesen a programtól függően van, amelyet csak november végéig. Itt említeni a belvíz mentesítési programot, amely csak november végéig működik, viszont a közterületi és a mezőgazdasági program az jövő év, tehát 2022. február 28-áig fog tartani. Mint megtudtuk, a gazdák többsége jobban vigyáz a külterületi földutakra, aki pedig nem, ott megvannak a figyelmeztetési büntetési lehetőségek. A gazdák közül van néhány, akik nem vigyáznak erre a területre. Erre viszont megvannak a szankcionálási lehetőségek. Jegyző úr az elmúlt évben nekünk kiadta mezőrségen keresztül, úgyis a mezőrséget is a Városgondnokság, mint munkáltató üzemelteti. Összeírják a mezőrök, hogy mely rendszámú mezőgazdasági gépekkel teszik tönkre az utakat, és ezeknek a mezőgazdasági vállalkozóknak, hogyha önként nem teszik rendbe, akkor menni fog jegyző úrtól a felszólító levél. Azért azt el kell mondanom, hogy tudják ezek a gazdák, hogy kik tették tönkre, és általában azért hozzákezdenek és rendbe teszik. Nekünk azokkal az utakkal kell foglalkozni főként, amelyeket esetleg nem akarnak rendbe tenni. A felszólítás kimegy, de nem végzi el a munkát az, aki rendbe tette. Ezeket az utakat viszont mi rendbe fogjuk tenni. Az önkormányzat egy sikeres pályázatnak köszönhetően az illegális hulladéklerakók egy részét felszámolta, de évek óta a Start munkaprogram keretében 12 fővel végzik a kisebb illegális hulladéklerakó telepek felszámolását, így nagyon sok hulladékot be tudnak szállítani a határból a hulladéklerakóba.